Ladies and, ladies and gentlemen, let me speak Hungarian because it's much will be much more uh, understandable and probably the guest can uh, hear a very interesting and unusual language. Ladies and gentlemen, I have been to Singapore roughly one month ago. és akinek kétsége volt arról hogy mit jelent 싱가푸르 uh, uh, aznak azt tudom mondani hogy a 22. századot and to those who had doubts about what singapore represents i can only say that singapore represents the 22nd century aki ott van uh, singaporeba az ott van a jövőben is those who live in singapore or are present there are also present in the future mi eh, magyarok büszkék vagyunk sokszor arra, amikor a gazdaságpolitikánkról beszélünk, hogy eh, különböző nagy rendszereknek a metszéspontjában vagyunk. Sokszor mondjuk, hogy mi itt az Európai Unióban vagyunk bizonyos értelemben kelet kapuja. We often quote and say that within the EU we are in a certain sense the gate to the East. Szoktuk azt is mondani, hogy a közép-európai uh, térségnek vagyunk a, a közepén. We also often say that we are in the middle of the Central East European region vagy ha a Duna régiót nézzük, annak is Budapest a gyújtópontjában van. Or if we take the Danube region, Budapest is in the core of it. De azt gondolom, hogy Szingapúrral nehéz fölvenni a versenyt. But I believe that it is very, very hard to compete with Singapore. Hiszen három olyan óriási térségnek van a meccés pontjában, amely azt gondolom, hogy meghatározza a világgazdaságunk jelenét. Because it's located in the cross section of three huge regions which define the presence of our world economy. If I just refer to China, India, and the Ocean region, then I think it's clear what I mean by this. Tehát, min amikor uh, Szingapúrról beszélünk, akkor én mindenkinek csak ajánlani tudom az együttműködést. So when we talk about uh, uh, Singapore, I can only recommend cooperation with this country to everybody. De természetesen mi sem üres kézzel jöttünk. But evidently, we didn't come empty-handed either. Magyarország uh, nagy utat tett meg uh, az elmúlt négy évben. Hungary took a long, long way during the past four years és próbálom elővarázsolni a szlájdokat. Egy kis... And I try to find my slides. Ez még, ez még a 21. század. It's only the 21st century. Köszönöm szépen. Thank you. Magyarország uh, sok tanulságot uh, vont le uh, abból a 20 évből amit 90 után eltöltött. Hungary drew a lot of conclusions from the 20 years that have passed since 1990. Az egyik legnagyobb tanúság az az volt, hogy uh, nem szabad azt gondolnunk, hogy az európai uniós tagságunk uh, minden problémánkat megoldja. One of the major conclusions was that we should not think that our EU membership will solve all our problems. Magyarország a 2000 uh, 8 es válságot a egyik legmélyebben élte meg az Európai Unióban. The crisis of 2008-9 was lived through most tragically by Hungary if we consider the, the, EU member states. De van az a mondás, hogy ami nem uh, pusztít el minket, az megerősít. But there is a saying according to which what does not destroy us will strengthen us. És uh, mi úgy gondoljuk, ma sokan Magyarországon, hogy tanultunk ebből a válságból. And many of us believe now in Hungary that we have learned a lot from this crisis. Le számoltunk azal az illúzióval, hogy uh, mindent csak uh, át kell verni nyugatról. We somehow ended up with the believing in the illusion that everything should simply be adapted what is typical of the West. És uh, sok olyan uh, folyamatot indítottunk el, amely többek között az ázsiai uh, munkakultúrán alapul. And we have launched a number of procedures that besides others are based on Asian work culture. És azok az eredmények, amiket ma el tudunk mondani, uh, részben ennek a folyamatnak a eredői vagy az eredményei. And our current achievement are partly the result of these procedures. Ma Magyarország növekedési potenciájában, bár ebben még nem mindenki ért egyet, de az egyik legjobb fundamentumokkal bíró ország Európában. Currently, Hungary, with regard to its growth potential, is among one of the best in Europe, though not everybody agrees with this for the time being. A jövő évre vonatkozólag, bár ez ázsiai szemüveggel kicsinek tűnik, de kétszázalék fölötti növekedéssel számolunk. As to next year, 2014, we calculate with a two percentage rate growth, which from an Asian perspective might be small. Ami az egyik legjobb lehet a jövő évben az unió területén. And this, but this two percentage growth uh, might be one of the best growth rate within the EU. De ez hozzá veszük azt, hogy a legnagyobb kihívásnak az állam szintjén az eladósodást látjuk, vagy érzékeljük akkor uh, ebben is nagy eredményt értünk el. But if we add to this that uh, at uh, country level one of the biggest challenges is represented by public debt, then we can say that we have ma uh, made great achievement also in this area. Uh, Magyarország az Unió 27, vagyis uh, a 28 tagország közül. Uh, az egyik olyan, ahol a legnagyobb mértékben uh, sikerült megállítani uh, az államadóság uh, növekedését. Of the 27 or now 28 member states of the EU, Hungary is the one where we managed to stop the growth of public debt with the greatest success. Ma az állam finanszírozási képessége ugyancsak a gazdasági folyamatok finanszírozási képessége ugyancsak az egyik legjobb a régióban. And as to the financing capabilities of the economic procedures Hungary takes the lead within the EU too. Amikor a munka alaputásodalomkról beszéltem, akkor ezeknek az eredményei is láthatók már. When I talked about uh, labor based societies, then we can again say that the respective achievements are tangible today too. Minden gazdasági nehézség ellenére sikerült a foglalkoztatottságot folyamatosan növelni az elmúlt négy évben. És feltett szándékunk, hogy valóban elérjük azt, hogy körülbelül 20%-kal növekszik az elkövetkező 7-8 évben a munkavállalók száma. And it is our intention, firm intention, to increase the number of employees by 20% during the forthcoming 7 8 years. Uh, ennek a sok is. We have uh, somehow attached a number of taxation regulations in order to fulfill this objective. A munkaterhelő járulékok csökkentésén át jó néhány intézkedés van a befektetések ösztönzése érdekében, aminek már látszanak az eredményei. Uh, starting with the contributions on labor.

probably it is thanks to this that hungary's fdi attraction capacity is one of the best in the region even today uh, amikor arról beszéltem hogy magyarország egy központ akkor uh, itt a szingapúri befektetőknek is azt tudom mondani hogy sok mindenki érdemes Magyarországra jönni. When I said that Hungary was a center in this region in several respects then I uh, wanted to tell to the Singapore investors that there are many many reasons for which it is worthwhile to come to Hungary. És nem csak azért, mert hogy a kormány uh, uh, az ország uh, uh, újraiparosítása, újra uh, uh, gazdasági megerősítését tűzte ki célul. And uh, the reason is not only because the government's objective is to reindustrialize and economically strengthen the country. De a munkatörvénykönyvén uh, keresztül jó néhány uh, olyan intézkedést hozott, ami segíti a befektetéseket. But because there are a number of measures

This has well-founded historic and economic traditions and reasons. Egész a hogy a legjobb infrastruktúrális háttérre rendelkezik a régi országai közül. Mm. and one of which is that Hungary has the best infrastructure uh, among the countries of the region. Néhány szót szólnék arról is, hogy jelen pillanatban milyennek a két oldalú kapcsolatok. Now I would like to say a few words about the bilateral relations and their status currently. Hiszen itt már elhangzott, hogy jó néhány uh, működő együttműködés, uh, mai nap is uh, élő együttműködés van a két ország között. Because we have already heard that there are a number of cooperations between the two countries. És bár uh, némileg hullámzó a külkereskedelmi egyensúlynak a száma, de számunkra mindenképpen uh, a legfontosabb, hogy uh, uh, sikerült fölzárkózni, vagy sikerült ezt az oldót, ami az import és az export között van, az elmúlt években csökkenteni. Uh -huh. And though the trade balance is uh, fluctuating, for us it's very important that during the past few years we managed to decrease the gap between the The export and the import. And it clearly indicates that a large number of Hungarian companies appear in the Asian region. For us, probably the biggest challenge is the following. And probably this is the reason why we are so many here today in this room. Tudjuk azt, hogy ezek a két oldalú kapcsolatok egy jelentős része ma nagy nemzetközi cégek házon belüli kereskedelmét jelenti. And it is the fact that with which we are all familiar, that the vast majority of these bilateral relations or uh, the relations or in-home or in-house relations among and between multinational companies. Ami a mi célunk és feladatunk, hogy a hazai uh, kis és közepes vállalkozásokat próbáljuk meg minnél jobb pozícióba hozni a Singapuraral való uh, gazdasági kapcsolatokban. However, our objective is to put into the best possible position the Hungarian small and medium-sized companies when it comes to our relations with Singapore. Uh, és azt kell mondanom uh, vendégeinknek, hogy nagyon sok uh, nagy, felsz, nagy felkészültségű, jó gazdasági potenciára rendelkező közepes vállalkozás vár arra, hogy partnereket találjon Szingapurba. And I would like to tell our honourable guests that there are a number of very well prepared medium sized companies with good economic potentials which are looking forward to cooperate with Singapore. Én azt kívánom magunknak, mind a vendégeknek, mind a magyar cégeknek, hogy ezen fórum keretében is találják meg azokat az együttműködéseket, amelyek Ázsia kapujaként jellemezhető Szingapurban valóban jó együttműködést kínál számukra. I would like to wish us all, both to the Hungarian and the Singapore partners, that this forum should also offer a great opportunity with the country, Singapore, which is labeled as the gate to Asia. Thank you very much for your attention.